Sikerült feltörni a szövetségi nyomozó irodának a San Bernardino-i terroristák egyikének iPhone-ját. Az igazságügyi minisztérium eddig jogi úton próbálta arra kötelezni az Apple-t, hogy segítsen hozzáférni az okostelefonon tárolt adatokhoz. A készüléket gyártó cég adatvédelmi okokra hivatkozva megtagadta a kérést. Véres lövöldözés helyszíne volt tavaly december elején a kaliforniai San Bernardino. A városban 14 embert megöltek és 22-t megsebesítettek egy céges ünnepségen. Az elkövetők elmenekültek, de a rendőrség végül a nyomukra bukkant és egy üldözés utáni tűzharcban lelőtte őket. A hatóságok terrortámadásnak minősítették a lövöldözést, amelyet egy muzulmán házas pár követett el. A merénylők ugyanis a támadás előtt hűséget esküdtek az Iszlám Állam terrorszervezetnek az interneten. A nyomozók később hozzá akartak férni az egyik terrorista okostelefonján tárolt adatokhoz. Miután ez nem sikerült, a készüléket gyártó vállalat, az Apple segítségét kérték. A cég adatvédelmi okokra hivatkozva megtagadta a segítségnyújtást. A kormány bírósági úton akarta együttműködésre kényszeríteni az informatikai vállalatot. Az ügy nyilvános társadalmi vitát váltott ki, amiben többen a cég okostelefonjainak feltörése ellen tiltakoztak. Az FBI végül hozzájutott az adatokhoz, amiket jelenleg is vizsgálnak. Sajtóértesülések szerint vagy John McAfee, a számítógépes vírusírtó programok atya, vagy egy izraeli cég segített a terrorista telefonjának feltörésében. A kormány végül visszavonta azt a keresetet, amelyben azt kérte, hogy a bíróság kötelezze az Apple-t az együttműködésre. A vállalat közleményben reagálva azt írta, hogy soha nem is szabadott volna segítségnyújtásra kényszeríteni a céget.